Szervusztok! Na hát visszajött a Bence, a nem is tudom, hogy hány, egy vagy két hét telt el? Talán Bence, kettő. És az a lényeg, hogy reméljük, hogy nagyon szép és nagyon jó volt az autó, és örülsz neki, de most jön igazából a lényeg, amit megbeszéltünk, az, hogy hogy kell egy autót gondozni, utóápolást, amire egy elég jó rendszer dolgoztunk ki. Igazából amiben van két fajta, most az elsőt fogjuk végigvenni. Az azt jelenti, hogy mi hogy gondozzuk az autót a szuperkímélő mosásunkkal, illetve utána majd átvehetünk egy olyat, hogy hogy tudunk tanácsot adni, vagy hogy majd tanácsot adunk azoknak, akik mondjuk otthon szeretnék a kertes házuknál, vagy pedig egy olyan ilyen pénzbedobós automoson áll lemosni normálisan az autójukat, mert nagyon sok kérdés érkezett, hogy mikor csinálunk erről videót, illetve hogy hogy kell csinálni pontosan. Úgyhogy igazából elkezdjük, jó? Tehát amit most csinálnak a legelső fázis az az, hogy ha van egy olyan felni például, ami mondjuk nagyon kényes, most nem feltétlenül a tiédre gondolok, de mondjuk frissen polírozott felni, szárcsiszolt, lakfekete, krómozott felni, akkor mindenféleképpen ugye ezt a szakmában lévők tudják, hogy háromfajta felni tisztítót kell megkülönböztetnünk, általában ugye savas lúgos és egy közel pH semleges, ami viszonylagosan védi a felnit, illetve nem fogja megmarni. Most mi egy kerámia bevonatos autóknál egy ilyen, ezt a, hát mi úgy hívjuk, hogy ellilulót használjuk, ami úgy tudom, hogy ammónia van benne, vagy valami ilyesmi, amiatt ilyen színeződni fog az egész felni. Ennek az a lényege, hogy ez eltávolítja nagy hatásokkal a fémrészecskéket, ezt lehet karosszériára minden fémre használni, alufelnire is ezt használjuk nálad, minden kerámiavelatos autóknál. Ennek elég nagy a költsége, úgyhogy ezt általában automosokban nem is nagyon szokták használni, inkább otthoni célra szokták használni az emberek, mert általában kis kiszerelésben van, és nem egy nagy ipari dolog. Na, és hogyha megvagyunk a felniknek a becsetelésével, a előtisztítással, akkor elkezdjük a nagy nyomású tisztítást. Itt igazából két dolgot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogyha nagyon-nagyon koszos lenne az autód, mert biztos sokan kérdeznék, hogy mi van az aktív habbal. Ha nagyon-nagyon koszos az autód, nagyon tél van, akkor még van, amikor a kerámia bevonatos autókat is egy előmosó, hogy sokan látnak, egy ilyen fehér aktív habbal körbe leterítünk, és utána lazítjuk fel a port. De ez az autó pont egy olyan közepes fennyezettségi fokba érkezik ide hozzá, ezért a normál autónál kéne aktív habot használni, de itt jön be az, hogy ez kerámiavelatos autó, ezért most nem kell azt használni, mert sokkal könnyebb lesz tisztítani, és simán nagy nyomással le lehet tisztítani az autót. És itt látjátok azt, hogy mennyire durván hidrofób az autó, és mennyire taszítja a vizet. Na és miután megvagyunk a szenny lelazításával, az előmosással, nézzétek, hogy milyen durván áll rajta a víz. És most jön a négy vödrös mosás, hogyha innen ráközelítesz innen a vödrökre. Na ez a legfontosabb része igazából, mosás, öblítés, illetve van a két vödör. Most azt csinálják, hogy szakszerűen elméletileg úgy kell autót mosni, hogy megfelezzük az autót. Ezt otthoniak is, hogyha barátok összejönnek, akkor hogy kell egy autót lemosni. Tehát általában ugye úgy felezik meg, a ketten mossák egy autót, az egyik kollégái az autónak így elalakba az egyik fele, a motorháztetőtől, a másik része viszont hátulról, a csomagtértől idáig, az autód elejéig. És így van az, hogy meg tudják felezni, és nem lesz az, hogy kihagynak, hogy foltos lesz maga az autó. Ez hagyományos automosásnál is így van, tehát ez nem egy nagy történet, de ami a kezükben van, az, amit nagyon szívesen adunk azoknak, akik szeretnének autót mosni, ez egy ilyen 100% gyapjú mosókesztyű, és ugye azt csinálják, hogy az öblítésbe öblítik ki a már koszos szivacsot, és utána felveszik a samponos, a kerámia samponos hát sampont vagy vegyszert, és akkor azzal mossák le az autódat, és mint látható, itt nem az a lényeg, hogy nincs benne extra habzás, ez ebbe a samponnal, meg nincs semmi színe, meg semmi, igazából még illata sincsen. Ez maga az a lényege, hogy ez normális minőségben tisztítés dolgozik. Tehát nem kell azt várni tőle, hogy ez ilyen nagyon brutál habzás lesz, mint a reklámok általában. És akkor így ezzel a módszerrel mossák le, és amint le van mosva az autó,
akkor meg fogjuk látni, hogy mire használjuk a másik két vödröt. Na, valamit még megmutatunk nektek, ami nagyon-nagyon fontos része. Ugye ezt úgy hívják, hogy vigár, tehát ülepítő szűrő. Ennek az a lényege, hogy mindkettő vödörbe, ebbe is, illetve a fehér vödörbe, amiben öblítünk, mindkettőt el van látva egy ilyen szűrővel. Ennek az a lényege, hogy amikor mosunk autót, ugye nagyon sok autómosó úgy mosnak autót, de nem cserélnek vödröt, ezért az első 10 autónak a koszát a 11. autó megkapja. Már egy ilyen jobb eset, ugye, hogyha mindig minden autónál ugye öblítik és elmossák a vödröket, mert akkor a nagy kosz után, főleg egyébként nagyon télen igaz ez, illetve a keremvihatos autóknál is, hogy nagyon óvatosan kell és figyelni kell ezekre a dolgokra, mindig minden el legyen tisztítva. Na most, ennek a szűrőnek az a lényege, hogy amikor leülepszik a kosz, akkor amikor kiemelünk belőle valamit, akkor a szűrő megakadályozza, hogy feljöjjön a kosz. Ezt most jelen pillanatban, hülye, most reggel ugye csináltuk a forgatást, nem fogjuk látni a benne lévő leülepedett kosz, de a nap végén, ha visszajönnél, akkor fél centi vastagon áll benne a kosz alul, a szűrőnél, a szűrő alatt. És amiután lemostuk föntről a dupla vödrös mosással a kétharmadát az autónak, tehát a tetejéről indultunk, nagyon fontos, utána két részre osztik megint a dolog. Az egyik kollégánk az egyet egy vödörrel lemossa a felnit, a gumit, illetve a dobokat, és a másik kollégánk pedig már elkezdte a másik oldalon a negyedik vödörrel mosni az autónak az egyharmadát, tehát az azt jelenti, hogy mutatom, hogy az övvonaltól lefelé a küszöb, illetve a falcokat megtisztítjuk. Ennek az a lényege, ugye, hogy legelőször, mint mondtuk, a dupla vödrös mosással az autónak a kétharmadát mossuk le, fentről lefelé, hogy lefelé mossuk a koszt, illetve utána, nehogy az legyen, mert nagyon sokszor ott követik el a hibát, hogy úgy kezdenek otthon autót mosni, hogy elkezdi a küszöbtől mosni, és húzza fel a karcot egy normál szivaccsal, és akkor végig tisztára össze lesz karcolva az autó. Illetve a másik fontos dolog, amit megemlítenénk a szivacsokkal kapcsolatban, sokan kérdezik, hogy miért kell ez a mikroszálas mosókeszű, illetve miért kell ez a gyapjú szivacs mosókeszű. Az a baj, a normál szivacsal, ugye a normál szivacsnak ugye rácsos szerkezete van, és azért, hogyha belemegy a por, egy apró pici részecskék, mondjuk tegyük fel a közepébe, akkor ezt mi nem látjuk, hiába mosom ki, nem látom, de ahogy ugye ilyen vastag szivacsot nekinyomok a felületnek, és elkezdem súlyckolni, az igenis előbukik, tehát nem lehet tisztítani normálisan magát a hagyományos szivacsot. Ezért van, hogy a hagyományos szivacsal ezekkel csak alul mosunk, illetve felnit gumit, illetve az alsó részét a küszöbön, azokat a részeket mosjuk, ami a legszennyezettebb az autónál. És a jó minőségű, drága, jól tisztítható gyapjúkesztyűkkel meg mosjuk a kényes felületet, az autónak a kétharmadát. Nagyjából így néz ki. És ami most következik a mostani fázisba, ugye most lemostuk az autót, és le is öblítettük normál vízzel az autót. Amit viszont most láthattok, az ugyancsak egy speciális vegyszer, ez egy ilyen nano vagy kerámia bevonatnak a folyékonyabb változata, amit rárakunk ilyenkor az autóra. A sampont is, amit csináltunk, az direkt a keráméabevonatos autókhoz való sampon. Ez ugyanaz, ez a nanobevonat, ez ugyanúgy a keráméabevonatos autókhoz való. Ez ugyanúgy egy minimális védőréteget képez az autónak. És ezt most fölvisszük, igazából pár másodpercet rajta adja, van, aki rajta adja fél percet is, igazából nem okozhat problémát az autónak. Ezt lecsapatva leöblítjük az autóról. Ez még egy plusz fény kölcsönöz neki, illetve még egy picit ellenállóbb lesz tőle az autó. Otthon én is meg tudom csinálni, vagy erre is van megoldás? Van megoldás erre is, sőt többfajta megoldás van, itt az a lényeg, hogy mi van otthon. Ezért szoktunk leülni az ügyfelekkel, elmondja, hogy van-e otthon nagy nyomású, nincsen, habosító láncsája van, az sincsen, hova jár el most, és akkor ahhoz képest összerakunk neki egy ilyen programot, hogy hogy kell neki otthon dolgozni az autójával, mert többfajta képen lehet felvinni. Vannak olyan ápolószerek, amit most csinálunk, amit ugye magára a vízre kell rávinni, és vízzel kell leszedni róla, ami most van, ez igazából a legegyszerűbb, ezt szoktuk ajánlani, mert ezzel tud a legkevesebb kárt okozni az autóba, viszont otthon ezt a nehezebb. Van egy olyan ebből a bevonatból, amit már száraz autóra kell rárakni, és akkor kell átterelgetni az autót, az egy kicsit kényesebb dolog, azt mi sem annyira szeretjük, illetve nem annyira ajánljuk, hogy otthon csinálják az ügyfél, de van, aki azt nagyon profin tudja csinálni.
Na most igazából elég vicces ugye, hogy szoktak írni kommentben, hogy vízzel szárítottuk az autót, de igazából ez így van. Tehát ez a lényege az egésznek, hogy nyilván 100%-ig nem tudjuk megcsinálni az autóval, de hogyha így nem nagy nyomással, de kis nyomással otthon mondjuk, ez tök jó dolog, én otthon így csinálnám, otthon így letudom az autónak mondjuk a 70-80%-át szárítani, és utána elég ugye a törlőközőkkel, amit mindjárt be fogunk mutatni, hogy hogy lehet megcsinálni. Ezekkel a nagy mikroszálas törölközőkkel rendkívül jól tudjuk szárítani az autót, így mindjárt látjátok. Főleg a autót olyan pici, hogy kb. A törölköző akkora, mint az autó. És így végig körbe megyünk. Mindegyik ronynak megvan adva a mérete, a vastagsága, illetve a netszívó képessége, hogy hány, mit tudom én, mértékegység vizet tud magába szívni. És nagyon jól lehet vele dolgozni, rendkívül gyorsan és rendkívül nagy élmény. Akinek szoktunk ilyet ugye eladni utóápoló csomagként, az mindig szoktam mondani, hogy úristen, de jó. És nagyon örül neki, hogy ilyennel kell dolgoznia, mert sokkal jobb, mint a régi viledákkal dolgozni otthon. Illetve nagyon fontos része az ugye, hogy most mi nem használtunk szilikon lehúzót, tehát ugye az az alap része, hogy nem használunk lehúzót, azért, mert még a legdrágább lehúzó, ami nagyon jó minőségű szilikon van, az is össze tudja karcolni a magát a felületet. És azért van az, hogy mikrokarcok létrejönnek a felületen, illetve hát nem is mikrokarcok, hanem elég nagy karcok. Ez a törölköző, amit most használtak a srácok, ennek az a lényege, hogy ez kímélő. Tehát ezzel nyugodtan bárki otthon is dolgozhat, ezzel csináljuk mi is a programunkat. A normál, hagyományos autókat is ezzel tisztítjuk, de még a kerámia bevonatos autókat is. És amint megvan a tisztításnak szinte már 90%-a, azután jön, amit most látunk éppen, hogy a utolsó 10-20%-ot azt már egy majdnem hagyományosnak mondott kisebb fajta Vileda-szerű rongyal töröljük át. Így jön a másik része az, hogy ugye nagynyomású levegővel kifújjuk a résekből, rendszám körül, antenna, mindenféle helyekből a levegőt, illetve ezeket pedig viszont utána töröljük. Nagyon fontos része a vegyszer adagolásnak, illetve az, hogy milyen vizet használunk. Mi amikor épült a mosónk, mi megmértük a víz keménységét, mert nagyon-nagyon fontos. Kérdezik, hogy ugye miért, nagyon egyszerű. Én a mosótól nem messze lakom, és megpróbáltam otthon ugye tesztelgetni, hogy hogy kell autót mosni, illetve a vegyszereket tesztelgetni. És az van, hogy nagyon-nagyon kemény ugye a víz, ami feljön. Ez nyilván helyfüggő, meg hogy az országban hol vagyunk, de van egy keménységi foka a víznek, és az rendkívül magas itt nálunk. De általában mindenre elmondható, hogy akkor jó lesz egy autó, annak a mosása, az ápolása, hogyha lágyított vizet használunk. És ez így van nálunk is, tehát a pincében van egy gép, ugye egy vízlágyító, és az a víz jön fel hozzánk. És ami még egyébként nagyon fontos, hogy nekünk van egy vegyszeradagolónk, illetve az egész vegyszerraktárunk úgy van kialakítva, hogy elméletileg nem lehet benne probléma. Ugye milyen probléma lehet, hogyha mondjuk két autó nem ugyanazon vegyszerrel, nem ugyanolyan higítást kap, az egyiket mondjuk megmarhatja mondjuk a lúgos vagy savas vegyszer, és akkor ilyenkor van az, hogy főleg a nagy melegben látnak mondjuk foltokat az autókon, a díszlécek meg vannak marva, a felni meg van marva, de most nálunk minden úgy működik, hogy az autósampon az be van keverve, nem nyúlhat hozzá semmi, senki, az vegyszer adagoló nyomja a vödrökbe, tehát nem lehet olyan, az egyik autó több habot kap, a másik autó kevésbé van, minden autó ugyanolyan vegyszerre van ellátva. Ugyanez a vegyszerraktárban előre be van keverve, meg van a felelőse, hogy ki tudja feltölteni a vegyszereket, fel van címkézve, és amiben kitöltik a srácok, az is fel van címkézve, ezért nincs olyan, hogy pacsálva van, több vegyszer fogyás van, vagy éppen nagyon kevés. Az egyik nagyon híg, a másik nagyon sűrű. És akinek otthon, aki otthon szeretne autóápolást végezni, illetve az utóápolást megcsinálni, ha kerámiamentesen autója, vagy pedig, hogyha nem, viszont szereti otthon vaxolni, otthon gondozni, stb., vagy pedig el akar menni egy ilyen pénzbedobós autómosóba, akkor annak van egy utóápoló csomagunk, amit itt láthattok igazából. Kiemelném, hogy azért most már megjelent ez a
detailing korszak az autóápolásban, aminek az a lényege, hogy elég sok gyártó elkezdett nagyon jó minőségű alapanyagokat használni, ezért nem szeretnék kiemelni márkákat, hogy csak ezt vegyétek meg, meg csak azt a márkát vegyétek meg. Nekünk is mi nagyon sok beszállítóval dolgozunk, mindenkinek nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és tudjuk azt, hogy rengeteg családban megtalálható rengeteg jó termék. Mint hogyha látjátok, ez az, amit mutattunk benn, ott neonzöldet használtuk, itt meg ez a másik szín, ez egy teljesen más gyártó, de ez is nagyon minőségi. És itt van az, amit mutattunk, hogy ez például talán ez extra nagy. Tehát ez pont természetes Mazdára találták ki. Az a lényeg, hogy ebből van rengeteg fajta, kinek mi jön be, ki melyikkel szeret dolgozni, ki milyen áron tudja beszerezni ezeket a dolgokat. Ez is nagyon jó minőségű, illetve amivel mi dolgozunk, az is. Akkor ugyanúgy itt végigmehetünk a folyamaton. Először ugye van egy termékünk, amivel mostuk a te autódat is. Ez egy direkt, kifejezetten bevonatos autókra való autósampon, amitől még egyszer kiemelem, ha bárki használja, ne várja azt, hogy extra habzás lesz, és rózsaszín, és illatfelhő. Ez egy nagyon jó minőségű vegyszer, ezzel szoktuk mi lemosni az autót. A felnőtisztító, ez az, amit az előbb láttunk, ez a Lillo felnőtisztító, ez is teljesen elég egy ilyen kis kiszereléssel, nyilván mi nagyobb kiszerelésben dolgozunk, ezzel ugyanúgy be tudjátok fújni, és tudtok dolgozni, és ezt azért ajánlom, mert ezzel nem tudtok hibát véteni az autótokon. Hogyha elmegyünk egy komolyabb ipari jelleg felé, azt azért nem ajánlom, mert ott azért meg lehet marni egy-két felnit, de ezek azok a termékek, amikkel nem. Utána, amit beszélgettünk, hogy otthon meg lehet csinálni, vagy nem, van egy nanobevonat, amit ugye meg kell tanulni használni, és így jön közben az, hogy ezt hogy visszük fel a felületre. Van-e nagy nyomásunk, habosító pisztolyunk van, sima kis nyomású habosító pisztolyunk van, vagy csak egy sima pumpás permetes flakonunk van, mindegyikkel meg lehet oldani, igazából felhasználás függő. És ugye ezt már tudjuk, hogy mire való mosókesztyű, illetve ezt is tudjuk, hogy mire való. Nagyjából ennyi, és még egy extra plusz, hogyha van valakinek, ezzel időt lehet spórolni, az, hogyha van valakinek hogy otthon levegő kompresszora, és akkor ki tudjuk fújni belőle a vizet. Úgyhogy nagyjából ennyi. Egy fontos dolog, amit jó, hogyha nem felejtünk el automosásnál, hogy mondjuk, amit lemostuk az autót, és szép tiszta az üveg kívülről, belülről, akkor, hogyha bármiféle olyan dolog jön, a gumikat célszerű ugye eltisztítani, eltörölni például. Rengeteg amúgy ilyen apróság van és trükk van, amit nyilván sokan szoktak kérdezni tőlünk, illetve sok dologra mi is fel tudjuk hívni a figyelmet, úgyhogy ezt fogjuk is majd, hogy csinálunk majd egyéb normál automosás, belső tisztítás, kárpitisztítás, politozás, tehát ezen rengeteg fajta videót tudnánk, amivel ilyen trükk és sportjaikat meg tudunk csinálni. Na, és amikor elkészültünk az autóval, akkor van az utolsó fázis, amikor egy ellenőrzés alatt megy át az autó. Ilyenkor át szoktuk nézni a felniket, a gumikat, illetve a lefolyásokat, de mutatok mindent pontosan. Ugye amikor felgumizzük az autót, akkor nagyon fontos, a tiédnél még nem annyira, de nagyon peres gumiknál, ugye nem tudunk alányulni. Ezért látható az egy csomó automosónál, hogy arrébb megy az autó, és ezért minden négy helyen van egy ilyen, ami nem lett egyrészt letisztítva se, illetve leápolva se. Ezért fontos az, ugye amikor mozdult az autó, kiártunk vele, hogy leellenőrizzük ezt a négy kényes helyet, hogy az meg legyen csinálva. Akkor ugye a falcokat mindig kitöröltük, de rengeteg olyan kényes hely van, ahonnan kifolyik a víz. Ugye lámpák körül, csomagtartó járatokból, antennánál, ugye innen a falcoknál, illetve a tükörnél. Megjegyeznénk, 100%-osan cseppmentesre nem lehet megcsinálni egy autót, ezt már bebizonyítottuk, nem meg senki nem tudja bebizonyítani az ellenkezőjét, de nagyon fontos az, hogy a lehető legcseppmentesebb legyen az autó, illetve azért közben jön az, amit már megbeszéltünk, a vízlágyítás, hogyha mégis esetleg ugye elindulsz az autóddal, és kijön egy-két helyről egy pár csepp víz, akkor nagyon fontos, és rásüt a nap, hogy ne égjen bele, és ne legyen annyira durván vízköves az autó. Na itt jön közben az, hogy ezért nagyon fontos.
Így kell egy kerámiás autót tisztítani, illetve ez a mi kímélő mosásunk, amit kidolgoztunk arra. A lágyított víztől, ahogy feljön végig a sampon, ahogy négy vödrössel lemossuk, ahogy leszárítjuk több kesztyűvel, viledával, külön falcossal, külön felnissel, mindenféle ilyen dologgal. Viszonylag időigényes lehet, de amúgy a kerámia nagyon sokat segít, hogyha minden le van védve. Ha ugye a karosszéria le van védve, a kerámia sokkal könnyebb tisztítani, hogyha a felni meg van csinálva, azt is könnyebb tisztítani, ha az ablak meg van csinálva, azt is könnyebb tisztítani. Tehát az egészen a végeredmény az, hogy egy tök jó állapotú gondozott autót kapunk, és hogyha ezt megcsináljuk, akkor viszont lehet azt garantálni, hogy éveken keresztül szép lesz a fénye az autónak, és karcmentes lesz az autó. Úgyhogy várjuk a kommenteket, illetve várjuk a kérdéseiteket, megpróbálunk mindenre válaszolni. Ha meg nem tudunk mindenre válaszolni, akkor meg jön legközelebb Bence és a Speedzone, és akkor folytatjuk mondjuk egy belső takarítás, kárpit, bármiféle dologgal, illetve írjátok meg, hogy mi érdekel titeket, és akkor megpróbálunk arról is csinálni nektek videót. Sziasztok! A műsor támogatója a Petronas motorolajok kiemelt forgalmazója, az olajshop.hu. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.